Köszöntöm nézőinket, ez a Bonyhádi Napló, tartsanak velünk ma is! 475 millió forint top forrásból készült el Bonyhádon a művelődési központ mögötti park és szabadtéri rendezvénytér. Idén már itt tartják a völgységi adventet, és egészen karácsonyig minden szombaton színpadi fellépőkkel és programokkal várják az érdeklődőket. Büszke lehet minden itt lakó, hogy Bonyhád olyan értékeket hozott létre ebben a folyamatban, amely szép, jó, és ennek a közösségnek azt gondolom a segítségére hasznára válik. Szombaton délután adták át Bonyhád új rendezvényterét a Vörös Marti Mihály Köszönjük Művelődési szépen, Központ mögötti területen. Az eseményen Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondta, jó látni, hogy a top forrásokból valódi értékek teremtődnek megyeszerte. Mindenekelőtt ez egy nagyon boldog esemény, ugye várakozással vagyunk az ünnep miatt, és hát minden egyes településen, akár Bonyhádon, akár máshol adunk át egy ilyen teret. Ez felemelő és jó érzés. Ebben a hideg időben itt elég sok ember, fiatal, gyerek, család jött el ide, és ez számomra, hangsúlyozom, nagyon-nagyon jó érzés. Ilyenkor érzi az ember, hogy egy közösséghez tartozik, és egy közösségnek érdemes ilyen dolgokat létrehozni, erre érdemes pénzt fordítani, és itt Bonyhádon jól mennek a dolgok mostanában, úgy veszem észre. Én abban bízom, és annak örülök a legjobban, hogy soha nem látott, vagy teljesen új, régi programok is megelevenedhetnek, újra föl lehet idézni majd akár egy szabadtéri mozi nyári hangulatát, akár egy sörfesztivált, akár a megszokott nagy rendezvényeinket egy megújult új környezetben tudjuk majd eztán megélni. Egyetlen egyet szeretnék még kihangsúlyozni, de ezt nagyon fontosnak tartom. Ahhoz, hogy ez mindez így legyen, és sokunk örömére hosszú éveken, vagy akár évtizedeken keresztül, az egyetlen egy dologra van szükség, mégpedig arra, hogy figyeljünk erre a térre, vigyázzunk rá, és figyeljünk oda a másikra is, hogy ne rongálják, mert azt szeretnénk, hogy minél tovább örömet szerezzen minden bonyhádinak. Isten áldja meg azokat, akik ezen a helyen élik át az öröm és a szeretet pillanatait. Az új teret Aradi András evangélikus esperes, Vigand István katolikus plébános és Mészáros Zoltán református lelkipásztor áldotta meg. Ezt követően zenés műsorral és adventi vásárral várták az érdeklődőket az új téren. Most jöttünk egyébként ki az előbb a ringatóról, úgyhogy még nem nagyon néztünk körül, de nagyon jó. Nagyon tetszik, végre van valami Bonyhádon. Mert előtte nem nagyon volt ilyen adventi kavalkád? Adventi vásár még nem volt, ez most van először. Akkor nagyon vártátok? Igen. Kíváncsiak vagy? Igen. Milyen a forradbor? Nagyon finom, köszönjük szépen. Tudjuk ajánlani ezt a Tito ételbáros fiúkat. Megszívleljük, hogy érzitek magatokat? Nagyon jó, köszönjük. Minden rendben. Két napja tudtam meg, hogy lesz, de nagyon örültünk neki persze, mert most a leghamarabb Szekszárdra tudunk csak bemenni ilyen helyre. Úgyhogy igen, azért is jöttünk, mert kíváncsiak voltunk, hogy milyen lesz. Látom, hogy családdal, barátokkal vagytok én. Véletlen találkozás, mert igen, gyerekkel jöttem igazából, csak mama ellopta, de igen, örülünk persze, hogy itt vannak ők is. Két éves folyamat zárult le a hétvégi átadóval, egyben új fejezet is kezdődik Bonyhád életében a közösségi városi programok tekintetében. Ez a szabadtéri színpad és környéke 475 millió forintos támogatással egy toppos pályázatnak köszönhetően készült el. Ez lehetővé teszi azt, hogy a nyári nagy rendezvényeket, de az egész évi rendezvényeket itt kulturált környezetben lehessen megrendezni, és új létesítmények, kiszolgáló létesítmények is elkészültek, parkrendezés, térkőborítás készült el ebből az összegből, úgyhogy nagyon szép helye lesz most már tényleg ez a városnak, és nem csak az adventi készülődés alkalmával, hanem egész éven keresztül kulturált helyszínnel várhatja a bonyhádi ünneplőket. A rendezvénytér elnevezésére a város vezetése várja a lakosok ötleteit, a végleges nevet szavazás útján döntik majd el. Nagyon szép minden, nagyon szépen megújult itt a tér. Kíváncsi leszek a névváltoztatásra, illetve a névadásra, hogy mi lesz a... Önöknek már vannak ötleteik esetleg? Nem nagyon, csak azon csodálkozom, a Vörös Marti tér már van, és az is benne van a sorban. Hát majd gondolkozunk rajta, hogy mi legyen. Több év előzte meg ezt a mai ünnepnapot, hiszen az álmodozás az, hogy ebből a nagyon értékes és városközponti elhelyezkedési területből egy olyan rendezvényteret tudjunk létrehozni, amit azt gondolom, hogy a mai időben elvárható egy ekkora méretű várostól, mert hogy a Bonyhád elhelyezkedése maga, a város szerkezete olyan, hogy nem volt olyan
főterünk, olyan rendezvényterünk, ahol csak mi lakosok lehetünk, autóforgalom nélkül, hiszen minden tér a városban valami épület köré épült, és autóút övezi. Ezért szerettük volna ezt a teret úgy megalkotni és úgy létrehozni, hogy nagyon sok funkciót tudjon betölteni. Ezzel pedig kezdetét vette az első völgységi advent, ami egészen karácsonyig várja a látogatókat. Első alkalommal hagyományteremtő céllal rendezték meg Bonyhádon a Vörösmarty Mihály emléknapot a költő születésének 218. évfordulóján. Az emléknap szerves része volt a Tolna megyei szavalóverseny, melyre közel 30 középiskolás nevezett a völgységi települések iskoláiból. Gondold meg, és igen, örökké a világ sem áll. Elosztik, mint a buborék, s marad, mint volt. Hőgyészről, Kakasdról és a völgység településeiről érkezett az a 30 középiskolás, akik indultak a Bonyhádon megrendezett Vörösmarty Mihály emléknap és Tolna megyei szavalóversenyen. Első alkalommal hagyományteremtő szándékkal szervezte meg a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ az intézmény névadójának tiszteletére azt az emléknapot, amely ahhoz kapcsolódik, hogy 218 évvel ezelőtt született Vörösmarty Mihály. Több területet ölel fel ez a program. Elsőként egy szavalóverseny zajlott itt az intézmény berkein belül, ahol is két korcsoportban mérték össze felkészültségüket a fiatalok, és azt mondhatom a zsűri tagjaként, hogy remek költeményeket prezentáltak és tolmácsoltak. Hasztalan van olvasásom, nyugtott nem lelek, munkátlan toll áll előttem, s puszta levelek. Minden szónak kezdetében szép neved ragyog, ott van minden kis vonásnál, s rám felmosolyog. Mindenekelőtt nagyon fontos a szöveghűség, hiszen akik annó megírták a verseket, azért írták meg olyan formában, hogy azt úgy is kell prezentálni. De természetesen ennél sokkal összetettebb és sokrétűbb egy-egy ilyen versenynek a zsűrizése és díjazása, hiszen az előadásmódtól a közönséggel való kapcsolattartáson át számos olyan pont és kritériumnak kell megfelelni, ami egyedivé és helyezetté tesz valakit. És az idei évben azt mondhatjuk el, hogy mind az első, mind a második korcsoportot tekintve elhangoztak olyan költemények és olyan produkciókat láthattunk, hallhattunk, amelyek mindenképpen bizakodásra adnak okot, és mi bízunk benne, hogy tovább folytatják a szavalást, és több ehhez hasonló programon nyilvánulnak meg a fiatalok. Mindenképpen dicséretes és elismerésre méltó a teljesítményük. A diákok egy előre meghatározott kötelező és egy szabadon választható Vörösmarty verssel nevezhettek. Vesztegetett felséges erőt, holt nyelve barátom. Nemzeti nyelvünket megveti éres veszed. Vagy tám hátráltat valami? S nincs semmi reményed, aki deák nyelven verseit írogatod. Képzelj oly katonát, ki másnak rettenetesen mennykövező, helyről futva reménytelenül. Mely alacsony szívhez írik futásba keresni, megmaradott éltünk, romlott. Mindenkinek szeretnénk gratulálni, mind a versenyzőknek, mind a felkészítőknek, hiszen a mai korban nem feltétlenül nívós és közkedvelt verseket tolmácsolni, de nagyon, szerencsére nagyon sokan vannak még azzal úgy, hogy kiállnak a nagy közönség elé, és elmondanak egy-egy szép költeményt. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szervezőknek, élen Lukács Józseffel, akik úgy gondolták, hogy az idei esztendőben ezt megszervezik, de ahogy említettem is, mindenképpen hagyományteremtő szándékkal és céllal tették mindezt. A programot a Vörösmarty Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert támogatásból valósította meg. A szavalóverseny után a Művelődési Központban Vörösmarty Mihály, Csongor és Tünde című művét mutatták be a résztvevő iskolásoknak. Jótékonysági bált rendezett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bonyhádi csoportja. Az est programja rövid műsorral kezdődött, ami után hajnalig ropták a jelenlévők. A bál teljes bevételét a rászorulókra fordítja a szervezet.
Süteményekkel, italokkal teli kosarakkal érkeznek a vendégek a Vörösmarty Központ nagy termébe. Minden készen áll a jótékonysági bál kezdéséhez. Egy újabb ajándékcsomag kerül a tombola tárgyak közé. Van itt édesség, gyümölcs, higiéniai szettek, tálak, gyertyák és még sok apró figyelmesség. Külön-külön csokorba szedve. A tombola jegyek bevételét is jótékony célra használja majd fel a Máltai Szeretett Szolgálat Bonyhádi csoportja. Az ő jótékonysági báljukra érkezett meg stábunk. A bevételből tudjuk támogatni a bonyhádi és a környékbeli rászorultakat és nélkülözés szenvedőket. Másodszorban az a célja, hogy akik minket itt támogatnak a részvételükkel, ők jól érezzék magukat, és mulassanak igaziból, mint ahogy tavaly is, meg két éve is történt, meg évekkel ezelőtt is. Bonyhádról jönnek sokan, de mondhatom, hogy itt a környékbeli községekből, sőt, még Baranya megyéből is érkeznek. Úgyhogy, és máltai testvéreket, más máltai csoportok tagjait is várjuk. Nagyon reméljük, hogy Baranyából a egyházas kozáriak ide érkeznek, és megtisztelnek bennünket a részvételükkel, és érkezik egy nagyobb létszámú csoport a szekszárdi máltai csoporttól, és még Dunaföldvárról is jönnek néhányan. A bál előhangjaként a katolikus templom énekkara adott műsort. Az önkormányzat is képviseltette magát az eseményen, ezzel is kifejezve azt, hogy a város vezetése büszke a Máltai Szeretett Szolgálat Bonyhádi csoportjának szolgálatára, arra továbbra is számítanak és méltányolják, segítik munkájukat. Az, hogy Bonyhádon a családsegítő központ, illetve a gondozási központ működik, az még nem elegendő ahhoz, hogy minden emberhez eljutassuk, vagy eljuttathassuk azokat az adományokat, amiket más emberek fölajánlanak számukra. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek olyan civil szervezetek, mint többek között a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, aki részt vesz ebben a munkában, és eljutatja hozzájuk ezeket az ajándékokat. Tudomásom szerint az idején 25 éves Szeretett Szolgálat, Bonyhádi csoport a tavalyi évben 400 családnak tudott segíteni. Mindezt úgy tették, hogy az információm szerint ma aktív tagjai közül csak 11-en vannak. Ezúton is szeretném felkérni, hogyha önöknek a családjában, az ismerőseik körében van olyan ember, aki szeretne embertársaikon segíteni, akkor hívják őket és hozzák ide a csoportba. Közel 200 ember vett részt a bálon. A belépő és tombola jegyekből összegyűlt pénz egészéből tehát a rászorulókat támogatják. Ezen kívül a Máltai Szeretett Szolgálat Bonyhádi csoportja a külön adományokat is várja székhelyére, legyen az ruhanemű, játék, esetleg tartós élelmiszer. Országosan most már közeledünk a 30. évhez, amikor a Máltai Szeretett Szolgálat a Spár áruházakban tartós élelmiszer gyűjt. Mi hagyományosan itt a Bonyhádi Spár áruházban gyűjtünk, és az országos időtartamnak megfelelően mi is 13-ával kezdünk, ez egy csütörtöki nap, és 19-ig, ez egy keddi nap, akkor fejezzük be. És akkor összesítjük a mostani bevételt, az ottani élelmiszer gyűjtésnek a tömegét, mert mondhatom, hogy nagyon nagy az adakozó kedv, és nagyon sokat tudtunk adni tavaly, de ezt még kibővítjük, és az a célunk, hogy lehetőség szerint a rászorult családok még karácsony előtt megkapják a tartós élelmiszer csomagot. Tehát ezt kapják a családok, előtte a kisgyerekeket is megajándékozzuk, közösen a gyermekjóléti szolgálattal, akiknek a Mikulás műsorán részt veszünk, és mi ajándékozzuk meg őket, és van olyan sérült fiatalokat ápoló intézmény Bonyhádon, akiket szintén, és hát az időseket is megajándékozzuk, mint tavaly. Hiszen a Máltai Szeretett Szolgálatnak a jelmondata az, hogy a hitvédelme
és a szegények szolgálata, de van nekünk egy bonyhádi máltai jelmondatunk is. Ez így hangzik, hogy a gyermekeket megajándékozzuk, a családokat segítjük, és az időseket nem hagyjuk magukra. Tehát mondhatom, hogy életkor szerint átfogjuk a teljességet, és lehetőségeink szerint minden rászorulónak igyekszünk segíteni, és egy ilyen rendezvény, ez nagyon nagy segítség nekünk. Közel 250 alsó osztályos vetélkedett a bonyhádi sportközpontban, ez azonban csak egy része volt a Széchenyi Általános Iskola sportnapjának. A felsősök az iskolát, az udvart, az aulát és az uszodát is birtokba vették, míg a kicsik a városi sportcsarnokban mérték össze erejüket. Azt már hangsúlyozni sem kell, hogy nem az érmek értek valamit, hanem a részvétel, az egésznapos kaland és játék. Nézzük, hogy sikerült irány a sportcsarnok. Tűzharc, kidobó, padon átugrás, futás és a játékos vetélkedők legkülönfélébb formái, amit igazi vérbeli, kreatív testnevelők csak ki tudnak találni. Zajos és jókedvű, így lehetne két szóba tömöríteni a Széchenyi Iskola sportnapját a bonyhádi sportközpontban. A mai napon sportnap van az iskolánkban, ugye kötelező munkanap van, tehát nem gondoltuk, hogy a gyerekeket most is tanulással kéne nyúzni, ezért megszervezte az iskolánk a sportnapot, a felső és az alsó tagozatosoknak is ez a nap van. Az alsósok jöttek le ide a városi sportcsarnokba, ez körülbelül 240 gyerek, tehát elég sokan vagyunk, nagyon nehéz volt megszervezni mindent, mert ugye most külső helyszínünk nincsen, és hát nem volt egyszerű őket így mozgatni, beosztani, de sikerült. Reméljük, hogy örömmel mennek majd haza, a felső tagozatosok pedig az iskolában vannak, az iszodában, aulában, tornateremben, mindenhol. Most voltam akadálypályán, és fönn valami köteles volt, csak az, ott nem tudom, hogy milyen feladatok lesznek még, de szerintem az is jó lesz. Egyébként is sportos vagy? Milyen sportákban jeleskedsz? Kosár és röplabda. És ennyi, de amúgy nagyon szeretem ezeket a sportokat. Azt kell csinálni, hogy szalomlabda vezetés a akadályok között, aztán a padon labdagurítás, és utána visszafelé bukás, és a labda az öletbe kell, hogy legyen. No igen, az embernek eleve elemi szükséglete a mozgás, ez egy gyereknek természetes. Csak sajnos, mire szép lassan felnövünk, valahogy hajlamosak vagyunk leszokni róla. De a gyerekeket nézve még a felnőttek is kedvet kapnak a játékra. Jó, ügyész vagy! Szándékosan nem hirdetünk eredményt a végén. Itt az a lényeg, hogy mindenki teljesítse a feladatot, mindenki mozogjon, és mindenki élvezze azt, amit csinál. Feladatokat hogy állítottátok össze, kinek a keze munkája, ötletei vannak benne? Gondolom ez egy csapatmunka volt? Igen, az alsós kollégák nagyon sokat segítettek, Cégmány Diana volt a főfelelős, mi ketten raktuk össze a szellemi részét igazából, és akkor utána a többi kolléganőt megkértük, hogy segítsenek, Straubinger Edith, Farkas Kuti Zsófia, ők is segítettek a rendezkedésben is. Van olyan feladat, ami teljesen új a gyerekeknek, vagy még mondjuk ti sem próbáltatok a pályafutásotok során? Olyat nem merünk bevállalni ilyen napra, amit mi még nem próbáltunk ki, ezek számunkra bevált dolgok. Hogy az elsősök, mivel ugye ők nemrég kezdték a sulit, nem tudom, hogy miket csináltak, de nagyon sok színes eszközt igyekeztünk használni, hogy vidámabbá tegyük ezt a napot. Ez pedig, ahogy a képek is jól mutatják, abszolút ez sikerült. Vannak karikák, vannak szivacsgátak, különféle labdák, fitballlabda, kosárlabda, szivacslabda, mindenféle jóság. Kifejezetten csapatversenyek zajlanak. Így van. Szeretem azt, amikor a gyerekek tudnak csapatban játszani. Nem az egyéni teljesítmény a fontos, persze az is, de így legalább csapatépítés is történik ilyenkor. Egy dolog a jó hangulaton és a sok mozgáson kívül még biztos, jövőre újra lesz Széchenyi Sportnap.
Igazán önbizalom növelő 10-0-ás győzelemmel hozta a kötelezőt a Bonyhád a bajnokság negatív értelemben meglepetés csapata a Bátaszék ellen. A gólvágó szerepében a nyáron Baranyából érkező csatár Udvardi Dániel jeleskedett ezen a meccsen, aki annak ellenére, hogy nem is volt végig a pályán, négyszer vette be az ellenfél kapuját. Az ambiciózus Bonyhádon nagy terveket szövögető támadóval a közeli napokban elvesztett rangadókról is váltottunk néhány szót. Amolyan Bátaszék specialistának is nevezhető a bonyhádi csapat nyáron Kozár Miszlenyből igazolt csatára Udvardi Dániel, aki az ősszel lejátszott két Bátaszék elleni meccsen 7 találatot ért el. A csatár persze akkor lenne igazán boldog, ha más csapatok ellen is rendre betalálna. Persze összességében e tekintetben sem áll rosszul. Először a legutóbbi Bátaszék elleni 10-0-ás bonyhádi győzelemmel végződő meccsről a cirka 65 perc alatt, mert hogy nem volt végig a pályán, nem is volt rá szükség, lőtt 4 góljáról kérdeztük a bonyhádi támadót. Úgy készültünk, hogy vissza fognak állni, és az volt a célunk, hogy minél előbb megszerezzük az első gólt, mert tudtuk, hogy onnantól kezdve könnyebb dolgunk lesz. Hál' Istennek ez sikerült, hamar el tudtuk dönteni a mérkőzést, igazából már 1/4 óra után. És hál' Istennek utána még tudtunk rúni rá pár gólt. Hogyan láttad a góljaidat, tehát hogyan rangsorod, melyeket tartod igazán csatár teljesítménynek, és melyeket, amelyek tulajdonképpen már az ére kellett feltenned a pontot a 4-ből? Hát az igazából az összes az ő majdnem kidolgozott helyzet volt, védők mögé beindítottak, kapus mellett csak el kellett passzolnom a labdákat, szóval ugye egyiket se tudnám kiemelni, igazából az első volt a legfontosabb, mivel megszereztük vele a vezetést. Egészen jó hatékonysággal értékesítette a helyzeteit ezen a meccsen a bonyhádi csatár. Hát az első meccsünk ugye Tamási ellen volt, ott úgy mentünk ki, hogy győzni szeretnénk. Meg is voltak a helyzeteink, sajnos kaptunk egy elkerülhető gólt, amivel az ellenfél megszerezte a vezetést, és onnantól kezdve megvoltak ugyanúgy a lehetőségek, amiket nem tudtunk kihasználni sajnos, ezáltal alul maradtunk, utána jött még egy nagyon fontos rangadó a számunkra. Ott meg nálunk volt a labda, mi birtokoltuk, az ellenfél nagyon jól levédekezte ezeket, megszerezték a vezetést, és igazából azt tudom mondani, hogy nem is tudtunk kialakítani helyzetet, ott nem is érdemeltünk győzelmet, sajnos ezt így el kellett könyvelnünk, hogy ott az ellenfél jobb volt nálunk. Úgy érkeztem ide, hogy komoly célok vannak, hogy megnyerjük a bajnokságot, és jövőre NB3-ba fogunk indulni. Ez az elnökség megtesz mindent, hál' Istennek jó körülmények vannak, nagyon jó csapatot hoztak össze, ugye több játékos tudtunk igazolni. Hát és innentől kezdve rajtunk múlik, hogy megnyerjük-e a bajnokságot. Ennyi fért már a bonyhádi naplóba, kollégáim és magam nevében is köszönöm figyelmüket, remélem hasznosan és érdekesen telt ez a fél óra, műsorainkat a Tolnatáj Televízió közösségi oldalán, vagy honlapunkon is visszanézhetik, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!